Sziasztok, jó reggelt, jó napot mindent nektek. Január 30-a van, 11 óra. És ebben a videóban nem lesz más, mint elmegyünk vásárolni. Mégpedig nem más lesz a célpont, mint a helyi Lidl. Lidl. Ki hogy hívja. De mindenek előtt csapatok egy fél óra kardiót, ahogy minden reggel szoktam. Vágjunk is bele. 5 fok van, ragyogó napsugarak törnek át a faágak között. Csupa tavaszi idő. Itt szoktak zajlani a kézilabda meccsek. Van itt egy ilyen skatepark is, kicsiny városunkban. Közvetlen mellette egy kis rugdalózsdó. Egy mini játszótér. És mivel elfelejtettem, hogy vasárnap van, ezért nem a mai napon, hanem egy hónapi videóban fogok bevásárolni a Lidlben. Ma máshogy fog... Ma máshogy alakul ez a videó. Ráadásul most mutatok valamit itt, ezzel az épülettel. Franciaországban egyedülállóan ez az üzem maradt még fent, ahol kézzel készített játékbabákat gyártanak. Na és egy mini hisztoárt, mini történelmet itt tudtuk olvasni a gyárról. Művelődési központunknak a hátulja. És az eleje. Művelődési központtal szemben a Lidl vállala. És azzal szemben pedig a vasútállomás. Mivel nem volt nyitva a Lidl, ezért elfogadtam a pékségbe, vettem egy kis kenyeret, ilyen teljes kiöldésű magvas kenyér, és tojások. Ez jó sok sárgával most. Bele fogjuk mázogatni, és kisütjük. Vagyis mi fog készülni? Mondjátok meg ti. Édesanyám szokott még beletenni delikátot, ami nagyon jó is szokott adni neki, de én most csak sót tettem. Ilyen jóféle kis kenyér, kis magvak ott vannak benne, most pedig mehet is ide. A vaj már olvadozik, és ha egy kicsit megbarnítod a vajat, akkor mégis nem így bazíze, de ezt lehet már így is csapatni bele. Nézzük, hogy is áll a másik oldal. Szép lesz. És mihely megfelelő színűre sütöttük, barnítottuk, aranybarnára, mehet ki, abszorbál. Na. Egy kicsit lecsöpöttetjük. Nem jött a nyelvemre a szó. És mehet bele a következő menet. Szikkat több napos kenyérrel sokkal jobbat tudsz készíteni, de ez így is jó lesz, kóstoltam már.
Lábedzésre azt hiszem, hogy megfelelő, mivel mai napon lábat tolunk. Ti mivel szoktátok fogyasztani? Én teát fogok hozzáinni, forró gőzölgő teát. És edzéshez mi más is hiányozna, hanem Bohos Kornél kell nézni lábedzés előtt, aki egy kicsit bemotivál minket. Na, csapassuk szépen ezt az arcba, nem mindet, de egy részét, és utána indulásra edzeni. Szép napot nektek, sziasztok!